A minőségi időt látják, köszöntöm nézőinket. Napjainkban az ételallergiások száma folyamatosan nő. A felnőttek körülbelül 2%-a, a gyermekek körülbelül 6%-a valódi ételallergiás. Mai adásunkban a gyermekkori ételallergia okairól, illetve kezeléséről beszélgetünk vendégemmel, Antal Emese dietetikussal. Köszöntelek a stúdióban. Szia, én is köszönöm a meghívást. Tisztázzuk azt gondolom először, hogy mit nevezünk ételallergiának. Jaj, ez egy nagyon jó, mert nagyon sokan keverik. Tehát mindenféleképpen benne van a nevében, hogy ez egy allergia, tehát valamilyen szinten az immunrendszer kóros válaszreakciója. Tehát egy ellenanyagot, ellenségként ismer fel különböző ételeket vagy összetevőket a szervezetünk. A tünetek közé igazániból olyanok származnak, mint a bőr tünetek, vagy akár ilyen légzési tünetek lehetnek, gyomorbérrendszeri panaszok. És szemben mondjuk az intoleranciával, tehát amit egy ételérzékenységnek is hívhatunk, ott az immunrendszerünk nem érintett. Ott valamilyen anyagot nem tudunk egyszerűen megemészteni. És sokan, tehát a hasi tünetek főleg ott jellemzőek, hasmenés, puffadás állandóan, nagyművű széklet, tehát ezek azok, amelyek jó, hogyha tisztába tesszük. Örökölhető maga az ételallergia? Hát mindenféleképpen jó, hogy tudjuk, hogy van hajlam rá, tehát azt tudjuk itt most statisztikát, azt kukkolom, hogyha például az egyik szülő atópiás, ezt nevezzük öröklött hajlamnak, akkor hogyha az egyik szülő atópiás, a születendő gyermek kockázata körülbelül kétszerese, annak, ahol a családban még nem volt allergia, de hogyha mindkét szülő atópiás, akkor már 50% fölé. Tehát mindenféleképpen jó, hogyha tudjuk, meg pláne azt, hogy mire allergiás mondjuk a szülőnk, mert akár például a hozzátáplálásnál már ez egy fontos szempont lehet. Hány éves korban jelentkezik először az allergia? Hát az attól függ. Hiszen nyilván akár már kicsi korban jelentkezhet, de nem csak, tehát csecsemőkorban, nem csak igazándiból az étel az az, ami okozhat, hanem gondoljunk akár egy mosóporra, egy mosószerre, ezek azok, amik pontosan lehetnek, de nyilván a tej az az, ami már egy problémát okozhat, vagy a tojás, a hal, az eper, ezek mind-mind, amelyek a leggyakoribb allergének. Mikor érdemes orvoshoz fordulnunk? Ugye a tüneteket már említetted. Hát mindenféleképpen jó, hogyha figyeljük a gyereket. Tehát figyeljük, például nyilván, hogyha bőrtünetek vannak, száraz, ez úgynevezett ekcémás bőr, az egy kifejezett jel lehet. De az is, hogyha például a felső légúti vagy légúti betegségekből nem gyógyul meg a gyerek, az is egy ilyen allergiára adhat okot, és akkor mindenféleképpen konzultáljunk a gyerekorvossal, aki beküld bennünket a megfelelő szakrendelésre, ahol nagyon egyszerűen igazándiból kivizsgálhatják, de az is jó, egyébként segít, hogyha például ilyen táplálkozási naplót vezetünk, hogy minél váltódott ki az allergia, például, tehát mi után, milyen étel után jött az a reakció. Nyilván, hogyha nagyon súlyos, vagy nagyon látványos az a reakció, akkor könnyű dolgunk van, de azért nem mindig ilyen egyszerű a helyzet. Előfordulhat, hogy felnőtt korra elnőhetjük valamely ételre való allergiás reakciónkat? Abszolút, abszolút, tehát nem kell kétségbe esni, jó hír talán, azt hiszem a szülőknek, hogy például a tehéntej allergia megfelelő diéta esetén általában 3 éves korra meg is szűnik. Tehát ez a nagyon jó. Viszont mondjuk például a tojás allergia, az csak olyan 80%-ban szűnik meg, olyan 6-8 éves korra várható. A szója és a földi mogyoró allergia viszont nem szűnik meg. Tehát ez jellemző, de azért mindenféleképpen jó, hogyha odafigyelünk. És nyilván a hozzátáplálásra egy kicsit még visszatérnék. Tehát amikor bevezetünk új ételeket. Nem véletlen, hogy az egy aranyszabály, hogy
egy-egy új élelmet egyszerre tegyünk. Tehát ne keverjük. Ne, lehet, hogy mi nagyon szeretjük az almát banánnal, de nem szabad összekeverni a dolgokat, hanem mindenféleképpen akkor kezdjük az almát, várjunk több napot is, nincs reakció, meg kis adagot, tehát a folyamatosság és a fokozatosság elve az nagyon fontos a gyerektáplálásnál. Hogyan lehet kezelni magát az ételallergiát, hogyha rájövünk, hogy gyermekünk valamire allergiás? Hát az allergia az ilyen szempontból neccesebb, hogyha ezt mondhatom, vagy nehezebb, mint például az intolerancia, az érzékenység. Mert az allergiásnál ott mindenféleképpen az összes, tehát például veszem azt mondjuk tejfehérje allergiában szenved az a gyerek, akkor az összes ilyen terméket ki kell iktatni a táplálkozásából. És ez nem csak a tej-tej termékeket jelentheti, hanem mondjuk egy felvágottat is. Tehát mindenféleképpen a címkeolvasás az ezeknek a szülőknek a mindennapos életét megnehezíti, vagy hozzájárul. És szemben az érzékenységgel, ott viszont egyre inkább az egyéni tolerancia az az, ami fontos. Hogyha most tényleg a tejnél maradunk, akkor az érzékenységnél ott a tej cukor, az a laktóz, az az, ami problémát okozhat. És itt viszont van olyan gyerek, aki akár mondjuk egy nagyon pici tejet is akár meg tud inni, de nagyon sokan a túrót, joghurtokat, mert abban alacsonyabb a laktó, tehát a tejcukortartalom, azokat már tudják fogyasztani. Van olyan gyerek, aki viszont semmit nem bír el. Tehát ezt próba-hiba alapon nekünk szülőknek kell kikísérletezni, és nyilván nézni azt, hogy mi az, ami problémát okoz a gyerekünknek. Ha már a kiiktatást említetted az elején, fontos az, hogyha kiderült gyermekünkről, hogy mely ételre allergiás, az egész család kivonja azt az ételt a mindennapi étkezésekből? Nem feltétlenül, pláne akkor, hogyha nekünk felnőtteknek nincs probléma, akkor nem, de azért valljuk be, hogy sokkal egyszerűbb elfogadtatni azt az új szituációt a gyerekünkkel, ha azt látja, hogy mi sem esszük azt. Tehát igazándiból én nem azt mondom, hogy sutyomba fogyasszuk azt, ami mondjuk problémát okoz, mondjuk egy mogyorót, vagy egy szója, vagy mondjuk a tej esetében, meg attól is függ ez, hogy hány éves a gyerek. Nyilván minél kisebb, akkor azért könnyebben megoldható, hogy így mondjam, de viszont nagyon fontos, és itt kiemelném, hogy a minta. Tehát inkább mégiscsak annál maradok, hogy ne legyen olyan szituáció, hogy a gyerekünk megláthat. Mert mi mintául szolgálunk a gyereknek, tehát hogyha én azt mondom, hogy figyelj, ezt ne, és még annyira nem érti meg, mert nincs olyan szinten az a kisgyerek, hogy megérteni, hogy neki most ez miért okoz problémát, vagy hogyan, természetesen el kell mondanunk ezt neki, de azért nyilván a értelmi szinttől is függ ez. Tehát inkább ne fogyasszunk mi se, mint az, hogy az kiderüljön, hogy na, anyuka vagy a apuka sutyomban eszi a kamrában. Hogyan kezeljük ezt szülőként, hogyha kiderül? Ugye első lépésben mit kell tenni? Ugye említetted, nyilván attól függ, hogy hány éves a kisgyerek, hogy hogyan vezessük rá arra, hogy hát ez tilos lesz az ő érdekében. De ugye általában a kisgyerekeknél azért nehéz olyan korban ezt megérteni, hogy ezt nem lehet fogyasztania, pláne hogyha mondjuk az óvodában a többi társa mondjuk azt fogyasztja, és akkor ezért ez nagyon rossz érzés lehet a kicsinek, hogy ő ezt nem eheti. Hát igen, szóval ez azért nagyon fontos, hogy hogyan adagoljuk be a gyereknek, és ehhez, hogyha például közösségbe jár már a gyerek, akkor mindenféleképpen kell tényleg az óvónőnek, a pedagógusnak a segítsége. Egyrészt azért, mert hogyha tényleg kiderül a gyerekről, hogy valami problémája van, tehát például allergiás, akkor nekünk ezt bizonyítanunk kell, tehát vinnünk kell az orvosi igazolást, hogy a gyerek nem eheti ugyanazt, mint a többi.
Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez közétkeztetés és rendelet benne foglaltatik, hogy diétát köteles igazándiból biztosítani az az óvoda vagy az iskola, de csak abban az esetben, hogyha orvosi bizonyítványunk van, diagnózisunk van, igazolás van róla. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig azért... Nem úgy közelítjük a dologhoz, hogy na te szegényként te nem meheted. Eleve nem szegényke, hanem nyilván egy olyan gyerek, elmagyarázhatjuk neki most már, hogy egyre több ilyen kortársa van, lehet, hogy szerencsénkre, most ezt idézőjelbe teszem, az óvodába, az iskolába is van olyan gyerek, akinek hasonló problémája van, tehát nyilván ez akár össze is hozhat, a szülőként is segíthetünk egymásnak. Inkább úgy közelítsük meg a dolgot, hogy nézd, hát igen, valakinek ez a baja, van akinek az, neked most ez lett, és viszont nem az, hogy ne arra azt forszírozzuk, hogy mi az, amit nem ehet, természetesen tisztába kell lennie, de az, hogy mennyi minden van, amit ő fogyaszthat. Mert az egy nagyon jó dolog, hogy látja, hogy azért attól függően, hogy bizonyos ételeket neki tiltó listára helyeztünk, azért nincs itt a világ vége, hanem ténylegesen vannak olyanok, akár amiket például csak ő ehet. Mert ezt úgy is felfoghatjuk, hogy most már azért egyre több liszté olyan termék van, ami a lisztérzékenyeknek van, vagy a tejcukorérzékenyeknek is. Tehát például milyen jó, hogy na látod, te ezt teheted, mennyiféle van, együtt menjünk el vásárolni. Tehát, hogy ezek mind-mind akár bennünket is összehozhatnak a gyerekkel, mint szülő, és a másik pedig mindenféleképpen meg kell tanítanunk, hogy mi az, amit fogyaszthat, és mit nem. Amikor még nem derül ki, hogy a gyermek milyen ételre allergiás, akkor, hogyha jól tudom, hogy egy laktóztesztet is el szoktak végezni, illetve vérvételből is ki tudják, hogyan megy ez a folyamat. Hát mindenféleképpen, ami fontos, hogy hát az allergiánál ott mindenféleképpen, akár mondom ez az első szempontból, tehát bőrtesztet szoktak csináltatni, és az, ami segíthet, vagy klinikai vizsgálatokat. A tejcukorérzékenységnél pedig különböző ilyen laktóztartalmú tesztitalt itatnak velünk, tehát ez is, és a gyerekkel, és ez az, ami kimutathatja. Tehát nem kell kétségbe esni, nem annyira drasztikusak ezek a beavatkozások, de nyilván a gyerek életéről van szó, meg arról, hogy jó legyen. Ugye röpke 2 hét, és itt a szünidő, a táborok elkezdődnek, uh-huh. Ételallergiás gyermeknél szülőként, akkor ahogy említetted, akkor ezt a papírt mindenféleképpen be kell mutatni, akár hogyha megy a táborba a gyermek. Ezen kívül kell még valamilyen speciális intézkedés, ha mondhatom így ezzel kapcsolatban? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert meg hogy ez a téma előjön. Eleve, hogyha már jelentkezünk a táborba, úgy jelentkezzünk, hogy megoldható-e a gyereknek az étkezése. Mert hogyha tényleg megoldható, akkor küldjük, ha nem, akkor azért nyilván inkább választunk helyette másik tábor. Tehát ez egy nem, ne akkor közöljük a pedagógussal, amikor már felszáll a gyerek a buszra, mert azért nyilván ez a dietetikust igénybe veszi, élelmezés vezetőnek külön kell gondoskodnia az étrendről, tehát azért ez egy komoly háttérmunkát igényel. Mindenféleképpen jó, hogyha azért szülők szoktak csomagolni a gyereknek kis dolgokat, most ez a kis étkezésre különböző dolgokat, tehát most akár amit egész héten, hogyha mondjuk egy olyan táborozásról van szó, akkor nyilván jó, hogyha mi is tudunk olyan terméket biztosítani, most akár ez egy műzli szelet, ami tényleg a tejcukorérzékenyeknek való, vagy kifejezetten tényleg olyan terméket, amit a gyerek megehet. Mert akkor tudja, hogy ez az, amit nem. És viszont ilyenkor, hogyha táborozásról van szó, nyilván akkor már nagyobb a gyerek, akkor tényleg meg kell mondanunk, hogy figyelj, mi az, amit nem nézd meg,
ne fogadj el más olyan terméket, vagy ételt, ami esetleg ténylegesen problémát okozhat. És fennáll az az eset, amikor például elmegy a gyermek a táborba, és véletlenül fogyaszt olyan ételt, mert belekerült valahogy, nem figyelt oda, mit tegyünk ilyen esetben? Hát attól függ, hogy egyrészt, hogy milyen reakciói vannak. Mert lehetnek nagyon-nagyon súlyosak, ez az úgynevezett afilaxiás sok, amikor ténylegesen ez egy tényleg életveszélyes állapotról van szó, de azért általában jobb esetben ez azért nem szokott előfordulni, hanem tényleg mindenféleképpen olyan gyógyszer legyen nálunk, ami segítheti, hiszen a mindennapokban is vannak ilyen akár mondjuk a daráscsípésre is hasonló készítmények, tehát ezt abszolút a gyereknél lenni kell. És nyilván az orvos, aki ott a táborban, vagy az ügyeletet mindenféleképpen értesíteni kell. Nagyon nehéz kérdés, gondolom, hogy próbáljuk meg, hogy hova datálódik az, hogy itt elkezdődött azért a gyermekeknél is, és a felnőtt korban is, hogy egyre inkább ételallergiások lesznek. Hogy mikor kezdődött el ez a növekvő folyamat? Hát ez mindenféleképpen azért számos oka van, ami most itt kavarog a fejemben. Soroljunk fel párat. Tehát minden, akár a városiasodás. Ez például egy fő szempont, hogy tényleg kimutatták, hogy nagyon jó a higiénia, és hogy állandóan kezet mosunk, és odafigyelünk, mert nyilván nagyon sok fertőzést meg tudunk előzni, de a másik oldalon viszont kimutatták, hogy a falvakban élő gyerekek, akik többet vannak a szabadban, és földdel, homokkal gyakrabban találkoznak, például kevesebb az allergiások, akár például az aszmások száma is. Tehát ez is, ez a túlzott védelem, az se jó, tehát ilyen szempontból. Mondom, lehet, hogy a másik oldalról igen, mert a fertőzések szempontból, tehát mindennek van egy ilyen pro és kon oldala, ugye a táplálkozásunkra is ez van. Nyilván az is egy fajta faktor talán, hogy az ételeink is megváltoztak. Tehát nyilván azáltal, hogy félkész-kész ételeket fogyasztunk, az adalékanyagok is benne szerepet játszhatnak, mert tényleg vannak olyanok, amelyek akár allergizálhatnak, vagy érzékenységet is okozhatnak. Tehát ezeknek is a szerepe benne van. De akár az életmód is. Tehát ez minden mindennel összefügg, tehát sajnos azért nem véletlen, hogy a táplálkozás mellett és a változatosság, amiről már korábban beszéltünk, a mozgás is szerepet játszik, szóval ez azért nagyon-nagyon sokrétű ez a kérdés. Ami ugye elsősorban a legfontosabb, hogy amint tüneteket tapasztalunk, amiket már említettél, viszketés vagy légúti problémák, akkor azonnal orvoshoz forduljunk. Igen, és még egy nagyon fontos dologra hívnám föl még a kedves hallgatók figyelmét is, hogy azért ez egyrészt ez divatba is jött. Tehát azért az is bizonyított már, hogy vannak olyanok, akik mondják magukról, hogy na ő most aztán allergiás, vagy valamilyen ételérzékenysége van, mert egyszer puffadt életében, és akkor már nyomban magára teszi ezt a bélyeget, és kiiktatja a táplálkozásából mondjuk akár a tej termékeket. Azért ez nagyon fontos, hogy menjünk el, meg pláne gyerek esetében vigyük el kivizsgáltatni, ne önkényesen iktassuk ki a táplálkozásából, mert kell pláne a gyereknek mondjuk a kalcium, a fehérje, ami benne van a tej termékekben, nagyon fontos. Tehát mindenféleképpen vizsgáltassuk ki. Mi nem vagyunk orvosok, tehát ne mi akarjunk diagnosztizálni. Tehát nem mi magunk, hanem az orvosra hagyatkozzunk. Abszolút. Emese, köszönjük szépen, hogy eljöttél Én is hozzánk. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.